Szeretettel köszöntök mindenkit a Mozdulj Pomáz egészségmegőrző programba. A mai nap a talajon fogunk dolgozni, főleg átmozgatjuk a vállunkat, a gerincünket megmozgatjuk, és csinálunk egy kis csípőtornát. Feküdjünk hanyatt a talajon. Magas tartás. Feszítsd vissza a lábfejedet, és megnyújtjuk a jobb oldalunkat. Kezünkkel, lábunkkal nyújtózkodunk. És lazítunk, ellenkezőleg bal kéz bal lábbal nyújtózkodunk, és lazítunk, jobb kéz jobb láb nyújt, és lazít, bal kéz bal láb nyújt, és lazít. Emeljétek tartámaszba a lábaitokat, és oldalsó középtartás, fölfelé ford a plafon felé fordítsd a tenyeredet. Jobb kézzel próbáld meg megérinteni a bal tenyeredet, úgyhogy közben a csípőd maradjon a talajon. És vissza, és ellenkezőleg, nyújtózkodjál jó messzire, maradjon a csípőd a talajon, soha nem fogod elérni, de azért próbálkozzál, és lassan vissza, és megint ellenkezőleg nyújtózkodunk, próbáld meg rátadni a tenyeredet a másik tenyére, és lassan vissza, és bal kézzel nyújtózkodunk, és lassan vissza. Emeljétek föl mind a két kezeteket a plafon felé, rakjátok össze a tenyereteket, és toljuk fölfelé a bal vállunkat, jó magasra emelkedjen el a váll a talajtól, és a jobb. És bal vállat toljuk fölfelé. Jobb váll, bal váll, és jobb váll. Ragd le a csípőd mellé a mindkét kezedet, nyújtsd ki a lábaidat, és próbáld megemelni a bal csípődet jó magasra, sarkad vállad maradjon lent a talajon, és lelazítunk, és ellenkezőleg megemeljük, és lazítunk, és emel a csípő, lazítunk, ellenkezőleg emel a csípő, és lazítunk. Oldalsó középtartást kérek szépen, emeld föl a bal térdedet, fogd meg kívülről a térdedet, és csavard lefelé ellenkezőleg a talajra. Figyelj arra, hogy a vállaid lenn maradjanak a talajon. És lassan visszagördülünk. Lábtartás csere, emeld föl a jobb lábadat, jobb térdedet, kívülről fogd meg a térdedet, és csavard le keresztbe. És lassan visszagördülünk. Csípő mellett ragd le a kezeidet, és emeld meg a mellkast. Alkaron, csípőn és fejtetőn támaszkodva jó magasra emeljük a mellkast. Hogyha elég magasra megemeled, akkor a fejtető is el tud emelkedni a talajtól. És lassan visszagördülünk. Megint oldalsó középtartást kérek szépen, és mind a két térdedet húzd fel a mellkashoz, és csavarjátok le jobbra. Figyelj arra, hogy a vállaid maradjanak lent a talajon. És lassan vissza, és ellenkezőleg, és lassan vissza, ezt még egyszer megcsináljuk ezt a gyakorlatot, csavard le jobbra a térdeidet, lassan vissza, és balra. Itt ragd le a térdeidet a talajra, figyelj arra, hogy zárva maradjon a térde, és mind a két lábad lenn maradjon, vállhoz tartás, és told le a könyöködöt előre, magad elé, és toljuk hátra, fordulj utána, figyelj arra, hogy a térded zárva maradjon, és a lábaid lenn maradjanak a talajon, nézz utána, és megint magunk elé letoljuk a könyökünket, és hátra, nézz utána, és megint magunk elé letoljuk a könyökünket, és hátra forgatjuk, és ebből a helyzetben próbáld meg kinyújtani a karodat, és nézz utána, nyújtózkodunk jó messzire. Jó. Fölhúzzuk a térdeinket, és átforgatjuk. Megint vállhoz tartás. Elől érintsd meg a talajt, és forgasd hátra. Figyelj arra, hogy nem maradjon mind a két lábad a talajon. Elől megérintjük, és forgatjuk hátra. Megint elől megérintjük, forgatjuk hátra, és ebbe a helyzetben nyújtsd ki a karodat, nézz utána, nyújtózkodunk jó messzire.
visszagördülöm középre, és rak le mind a két talpadat a talajra. Mind a két kezünket várhoz rakjuk, és próbáld meg a bal könyöködet a bal csípő felé húzni, és visszagördülöm. Most a jobb könyöködet a jobb csípő felé, és vissza. Nyugodtan lehet a talajon csúszni, amennyire tudunk, és vissza. És jobb könyököt a jobb csípő felé, és vissza. Egy kicsit bonyolítjuk a gyakorlatot, bal csípőt, bal könyököt a bal csípő felé, és a jobb karodat nyújts ki, a füled mellé nyújtsd a karodat, és nyújtózkodunk. És lassan vissza, a válhoztartás, ellenkezőleg jobb könyöke a jobb csípőhöz, és a bal kart nyújtjuk a fülünk mellé. Nyújtózkodj el. És lassan vissza, rakjuk a kezünket, és középre gördülünk. Feküdjünk az oldalunkra. Helyezkedjetek el kényelmesen, hálítsd be a csípődet és a térdedet is, a fejedet rakd rá a kezedre, és a fölülevő kezeddel előtt támaszkodjál. Hogyha megvan ez a stabil helyzet, akkor próbáljuk ezt megtartani. Hogyha néha könnyűnek érzed a gyakorlatokat, amiket csinálunk, nyugodtan csípőre rakhatod a kezedet, és úgy is lehet csinálni, egy kicsit úgy nehezebb lesz. Jó, előtt támaszkodunk, és emeljük egy kicsit a lábunkat, nyitunk, és zár, és nyit, és zár. Figyelj arra, hogy a lábszár és a térd együtt emelkedjen. Nyit, és zár, nyit, és zár, nyit, és zár, nyit, és zár, és majd megtartjuk, és aprózunk. Picit, apró, 3, 4, 5, 6, 7, még egy picikét, emel, 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 5, 6, 7, 8. Húzd a térdedet a mellkashoz, és told hátra a sarkodat, feszítsd vissza a lábfejedet, és amennyire tudod, érezd, jól átnyúlik a tested. Toljad a sarkodat, és húzzuk a mellkashoz a térdünket, és told hátra a sarkodat. És megint húzd a mellkashoz a térdedet, és toljuk hátra, amennyire csak tudod, és megint húzzuk a mellkashoz, és told hátra, ott hátul tartsd meg a lábadat, és pici köröket kérek szépen előre. Pici körök, és az körzéssel egyre előrébb hozzuk a lábunkat, pici körökkel, és hátrafelé. Egészen hátra, amennyire csak tudod, és még egyszer megcsináljuk, aki elfáradt, az nyugodtan lerakhatja, pihentetheti a lábát, előre körzés, hátra körzés, megint egész hátra visszük. Jó, és pihentessük meg a lábunkat, rakd a másikra. És próbáld teljesen összezárni a talpéleidet, és nyisd a térdedet, amennyire csak tudod, és lazítsd. Nyit a térd, és lazít. Arra figyeljél, hogy hátul a kerescsontod ne billenjen hátra, hanem csak csípőbe emeljük, nyit, és lazít. Nem baj, hogyha csak 2 centit emelkedik meg, próbáld emelni. Én is nagyon picit tudom emelni, mert nekem ezt a csípőmet műtötték, úgyhogy éppen csak hogy sikerül. Lazítunk, és még egyszer emeljük, és lazítunk. Előtt támaszkodj meg újra a kezeddel, és biciklizünk egyet, húzd fel a térdedet, és egész hátra, nagy köréven keresztül húzzuk. És körzés, ez 2. Nagyon nagy köröket írjál le a lábaddal. 3. És 4. És most hátrafelé indítunk. Hátra. 2. 3. És 4. Zárjuk a lábunkat, és forduljunk át a másik oldalunkra. Helyezkedj el kényelmesen, megint hajlítsd a térdedet, csípődet, feküdj rá a felkarodra, és a fölüllevő kezeddel támaszkodj meg elől a talajon, hogy stabilizálni tud magadat. Emeljük a lábunkat föl, és vissza, megint figyelj arra, hogy a lábszár és a térd együtt emelkedjen föl, és vissza, föl, és vissza, emel, vissza, emel,
vissza, emel, vissza, és majd megtartjuk, és aprózunk, hopp, pici, 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 5, 6, 7, még egy picit, és emel, 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 5, 6, 7, megtartjuk, és húzd a térdedet előre a mellkashoz, és hátra told, amennyire tudod, visszafeszítve a lábfej, és nyújtjuk. És előre húz a térd, és nyújtózkodunk jó messzire hátra. És elől a térd húzzad a mellkashoz, és told hátra, és megint húzd előre a mellkashoz, és told meg hátra, hátul tartsuk meg, és pici köröket kérek szépen előre. Sarkunkkal érjük a kis köröket le, és a kis körzésekkel húzzuk előre a lábunkat, egész az orrunk elé. Ne csak 2-3 körzés legyen, hanem legalább 13. És hátrafelé, teker, 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 pici aprókat, van időnk. Tudom, hogy ez nehéz ez a feladat, még hátra, amennyire csak tudod. És előre is, aki elfáradt, nyugodtan megpihentetheti a lábát. Teker, teker, teker. Teker előre és hátra, teker, teker, pici apró köröket írunk le. Körzés, 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 és megpihentetjük a lábunkat. Zárd össze a talpjeleidet, és nyitjuk a térdünket, és lazít, és nyit, és lazít, nyit, lazít. Megint figyelj arra, hogy ne billenjen hátra a kerescsontod, de csak csípőből emeljük. Ha picit emeljük, tudjuk emelni, akkor picit. És még egy utolsót, nyit, és lazít. És most jön a biciklizés, megint támaszkodjál meg magad előtt, húzd fel a térdedet, és jó nagy körzést kérek szépen. Közben Fannival összeakadtunk, figyeljetek, hogy nehogy bealkadjon a lábatok, asztalba, vagy a székbe. Tudom, hogy ehhez nagyon nagy hely kell, úgyhogy meg kell találni a lakásba azt a pontot, amikor, ahol el tudod végezni ezeket a gyakorlatokat. Jó, és most hátrafelé indítjuk. Kicsit sokat beszéltem, lehet, hogy közben még többet is csináltunk, mint 4-et, de hát így elsőre azt hiszem ennyi elég is lesz. Még 2-t. Jó nagy köröket írjunk be. És még 1-et. Jó, és megpihentetjük a lábunkat. Feküdjünk hanyatt. Kicsit mozgassuk át a csípőnket. A kezünkkel a csípő mellett támaszkodjunk. Húzd be a hasadat, és préseld bele a derekadat a talajba, és lazít. És belepréseljük, és lazít. Belepréseljük, és lazít. Présel, és lazít. Most megnyújtjuk azt a csípőnket, amit az előbb megdolgoztattunk. Nyújtsátok ki a lábatokat vízszintesbe, húzd fel a bal térdedet, és csavard keresztbe. Ez ugyanaz a gyakorlat, mint az elején nyújtózkodáskor csináltunk. De most biztos érzed, hogy jól nyúlik a csípőd. Akár egy kicsit át is masszírozhatod, mert ez az a helyzet, amiben nagyon jól hozzá tudsz férni azokhoz az izmokhoz, amit sokszor érzünk fáradtnak. Jó, átköltülünk, a másik térdünket húzzuk fel és keresztbe, lecsavarjuk, és megint nyugodtan kicsit át is masszírozhatod ezt a részt. Ez mindig olyan jól szokott esni. És lassan visszagördülünk. Húzzátok föl a talpaitokat a talajra, kéz megint a csípő mellett, és még egyszer behúzzuk a hasunkat, belepréseljük a derekunkat a talajba, és egy picit emeljük a fejünket, és lazítunk. Megint belepréseljük a derekunkat a talajba, fejemeléssel, és lazít. És ebből még csinálunk 4-et, és présel, emeld a fejedet, és lassan vissza, és préselünk, emel a fej, vissza, még van 2 hátra, és présel, és vissza, és még egy utolsó présel, és vissza. Rakd a tenyeredet a combodra, és próbáld meg fölcsúsztatni mind a két kezed egész a térdedig. Nyújtózkodunk előre, és vissza, és fölfelé, még egy picit, nagyon ügyes, és vissza. Ha tudod, meg is érintheted a térdedet, bár most annak sokkal nagyobb előnye van, akinek jó hosszú a karja.
és vissza, még egy utolsó, és nyújtózkodunk, és vissza. Magas tartást kérek szépen, és átnyújtjuk a hasizmunkat. Jobb kéz, jobb láb, megnyújt egy picit. Bal kéz, bal láb. Jobb kéz, jobb láb. És bal kéz, bal láb. Csípő mellett a kezünk. Fölhúzzuk megint talpra a lábainkat. És kilépünk egy nagy lépéssel a bal lábunkkal oldalra, nagy terpeszbe, és visszalépünk. És megint egy nagyot oldalra, és vissza. Miközben oldalra kilépünk, figyelj arra, hogy a térded maradjon, a támasz térded maradjon függőleges, térded fölfelé nézzen a talaj felé, vas a plafon felé, és ne mozogjon. És kilépünk, és vissza, és ellenkezőleg kilépünk, és vissza, és jó messzire kilépünk, és vissza. Próbáld lerakni a talpadat két, és a térdet fölfelé nézzen a plafon felé, és vissza. És még egy utolsó. Kilépünk, és vissza. És most 8 lépéssel kisétálunk nagy terpezbe. Lép, 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 és vissza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és nagy terpez. 5, 6, 7, és vissza. 5, 6, 7, és megint nagy terpezbe. 5, 6, 7, és itt megállunk. Figyelj arra, hogy lent legyen a talpad, a térdeid fölfelé nézzenek, és ha tudod, még nagyobb terpeszben nyisd a lábadat, egy kicsit lépegessél ki még jobban, és ebből a helyzetből toljuk kifelé a térdeinket, kifelé, és lazít. Húzd be a hasadat, próbáld meg belepréselni egy kicsit a talajba, és úgy toljuk kifelé a térdünket, és lazít, és kifelé a térd, és lazít, kifelé, és lazít. És most próbáljuk középen összeérinteni a combjainkat, erre nagyon figyeljetek, hogy akinek csípőműtétje volt, a csípőprotézise, az tilos ezt a gyakorlatot végezni, zárjuk a combjainkat, és vissza, és megint zárjuk, és lazítunk, és zárjuk, és lazítunk. Jó, zárjuk a lábainkat, megint behúzzuk a hasunkat, préseljük bele a derekunkat a talajba, és ebből a helyzetből csigolyáról csigolyára fölgördülve emeljük meg a csípőnket jó magasra, várhidba, és lassan visszagördülünk, és megint jó magasra megtoljuk, várhidba, tol, és visszagördülünk, és még egyszer megtoljuk magasra, várhidba, és lassan visszagördülünk. Most ülésbe fogjuk folytatni a gyakorlatokat. Arra figyeljetek, hogy amikor fölülünk fekvésből, először is oldalra gördülünk, támaszkodj meg magad előtt, és onnan told föl magad, hogy a derekadat ne terhel túl. Üljünk föl egy terpeszülésbe, amilyen nagy terpeszbe csak tudod, rakd ki a lábadat, húzd ki magad, egyenes legyen a gerinc, vállat lehúzzuk, nyakat megnyújtjuk, fejtetőt toljuk fölfelé, és próbáld meg lerakni a kezedet előre, magad elé a talajra. Ebből a helyzetből toljuk a mellkast előre, humorítsunk bele, és lazítunk. Feszítsd vissza a lábfejedet, figyelj arra, hogy a térded és a lábfejed fölfelé nézzen, megint lerakjuk a kezünket, és humorítunk, és lazít, és humorítunk, próbáld a csípődet is beletolni, és lazít. Egy picit lépjünk előrébb a kezünkkel, és ebből a helyzetből is belehumorítunk, tol, és lazít, és humorítunk, és lazít. Jó, zárjuk a lábunkat, lábfejkőzés kérek szépen. Visszafelé is, és piccelünk, és pipa, jól feszítsd vissza, egészen annyira, hogy szinte elemelkedjen a sarkad a talajtól, és piccelünk, és pipa. Ebből a helyzetből ökölbe szorítjuk a lábfejünket, és lazít, ökölbe szorítjuk, és nyitjuk a lábujjainkat, ökölbe szorítjuk a lábfejünket, és nyitjuk. Megint egy lábfejkőzés kérek szépen egyik irányba, és a másik irányba is. Egy nagy belégzés, kilégzés, támaszkodj meg oldalt, és hajlítsd a könyöködet, és oldalra nyújtózkodunk, figyelj arra, hogy a mind a két ülőgumod maradjon lent a talajon, és közben nyújtózkodunk.
másik irányba is. Hajlítsd a könyöködet, és nyújtózkodjunk. És várkörözés hátra lefelé. Megint belégzés, összekulcsoljuk az ujjainkat, fölfelé toljuk karunkat, domborítunk, előre told a karjaidat. És megint egy nagy belégzés, kilégzés, és kedves egészségetekre!